Szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Filharmónia Magyarország nevében a Térzene program keretében megrendezendő hangversenyünkön. Elsőként egy Bach művel szeretnénk kezdeni. A német barokk zene legnagyobb képviselőjétől fogunk játszani a harmadik szvítből egy R-tételt. Thank you.
Köszönjük szépen! Szeretnék bemutatkozni a Marionette Duo, amik is együttesünk, két főből áll, ugye, hegedű gitár, Küzeséri Tibor gitározik, én pedig Sárosi Marianna vagyok, és hegedű gitár átiratokat fogunk a mostani koncertünk során játszani. A következő műsorszám az olasz barokk legnagyobb alakjától, Vivaldi-tól származik, Andante a címe. Ez következik most. Számunkban maradunk az olasz zeneszerzőknél, és Enrico Toselli szerenádját játsszuk el. Ugye szeretnénk, hogyha ezzel újra visszahozhatnánk a szerenádnak a hangulatát. Thank you.
Következő műsorszámunk egy orosz zeneszerző szerzeménye. Sosztakovics 1938-ban komponálta meg ezt a jazz fittet, ami akkor az akkori Oroszországban egy nagyon merész cselekedetnek számított. Ebből a jazz fitből játsszuk el a keringő tételt. Thank you.
Köszönjük szépen! Műsorszámunk egy Carlos Gardel mű lesz, darab lesz. Egy nagyon híres filmben lehetett hallani ezt a zenét. Egy asszony illata, ez volt a címe, és Al Pacino volt a főszereplője. A darabnak a címe Por una cabeza. Thank you.
Köszönjük szépen! Maradunk a filmzenéknél, és egy nem régiben elhunyt nagyon nagy zeneszerzőtől, Ennio Morricone-tól szeretnénk eljátszani egy művet. Egy nagyon jó film zenét, amit Belmondo játszott a főszerepet, és a Profi volt a címe, szerintem mindannyian ismerjük. Egy argentin zeneszerzőtől fogunk játszani, Astor Piazzolla. Ő annyiból érdekes számunkra, hogy a szolfés tanára egy magyar, Vilda Béla nevű tanárúr volt. Tehát az, hogy ő belőle egy kiváló zeneszerző lett, az egy magyar szolfés tanárnak is köszönhető, szolfés és összhangzattan tanárnak. Libertango című alkotását fogjuk eljátszani. Thank you.
Köszönjük szépen! Folytatjuk! Kozma József 1905-ben született Budapesten, és Párizsba, Franciaországba költözött, és ott a francia sanzont élesztette újra, tehát a francia sanzon újraéledése egy magyar zeneszerzőnek, Kozma Józsefnek a nevéhez kötődik, és egy híres film során vált népszerűvé az egyik műve, a Hulló levelek, ami az Éjszaka kapui című filmben hangzottak el először. Ezt a dalt játsszuk el életnek. Thank you.
Köszönjük szépen! Elérkeztünk műsorunk végéhez. És hát szeretnék befejezni ezt a mai szép délutánt egy vérpezsgítő rumbával. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy szeretne táncra perdülni, azt tegye meg. A mű címe Moliendo Café, a zeneszerző Hugo Blanco. Amor de la vieja molienda.
Köszönjük szépen a Maria Rádiót hallották.